egyháznak kiküldetése. Ez annak a 12, illetve 11 embernek a kiküldetése, akik ott voltak. Ez nem a nagybetűs egyháznak szóló parancsolat, ez neked és nekem szóló parancsolat. Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyám minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek, íme én veletek leszek a világ végezetéig. Máté 28-ban, illetve az apostolok cselekedetének elején azt látjuk, amik Jézus utolsó szavai. Amikor valakinek az utolsó szavait hallja az ember, akkor általában nem azt szokta mondani, hogy ne felejts el menni krumplit venni, hanem amikor valaki a halálán van, amikor valaki eltávozni készül, akkor a legfontosabb, legmélyebb dolgokra gondol, és általában azokat ossza meg. Jézus tudta, hogy nem sokáig lesz már a tanítványokkal. Mit mond nekik? Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítván megkeresztelvén őket. Ez minden egyes hívő ember feladata. És képzeljétek el a 11 tanítványt, aki ott van. Mi? 11-en? Hogyan? Én? Hogyan? Két dolog ebben a két igeversben, ami nagyon fontos. Azt mondja Jézus, hogy én veletek vagyok. Az úgy már egy kicsit más, ugye? Ha Jézus velünk, tudjuk, ki lehet ellenünk. Józsué könyvéből emlékeztek a kivont kardra. Nem az a kérdés, hogy Józsuéval van-e a kivont kardú ember, hanem hogy Józsué a kivont kardú emberrel van-e, Jézussal van-e. Ha Jézus van melletted, bárki legyen is ellened, ő van kisebbségben. Ő van bajban, nem te. Ti vagytok a többség, ti ketten, te és Jézus. És ne felejtsük el azt sem a 18. versben, hogy nekem adatot minden hatalom, földön és égen. Minden hatalom Jézusnak adatot. Így azért már kicsit reményteljesebben tudunk beleállni abba, hogy én, kicsi ember, akinek párányi az életem, menjek és tegyek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket, tanítván őket, ugye? A mindenható Isten van velem, és soha el nem hagy. Minden hatalom az övé. Mi az, amit még történik? Lapozzunk az apostolok cselekedetébe is. Nem is fogom az egészet felolvasni. Lényegileg az evangéliumok folytatása. Amikor így együtt voltak, a 6. verset olvasom, megkérdezték tőle, Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában is a föld legvégső határáig. Amikor ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart el őt a szemük elől. Nem a mi dolgunk tudni a hogyant, a mikéntet, a mikort. Nagyon szeretnénk, nagyon jó lenne tudni ezeket a dolgokat. Amikor az ember beteg, jó lenne tudni, hogy mikor fog meggyógyulni, hogy meg fog-e gyógyulni. Vagy mint Pál apostolnak haláláig ott lesz a tőle is az oldalában. Azt mondja Jézus, nem a ti dolgotok tudni a mikért, miérteket, a hogyanokat, a mikorokat. Amit látunk itt még, jön is majd a lelke, Isten lelke. Isten lelke hozza a változásokat, ugye azáltal leszünk tanuk. Nem attól leszünk tanuk, hogy felveszünk egy, nem tudom, tanúi ruhát, és akkor mostantól tanú vagyok. Nagyon szép itt az ógörögben, hogy ez egy ilyen természetes folyamatként ábrázolja ezt.
és tanúim lesztek. Ez majd ki idővel kialakul. Egyszer csak azon kapod majd magad, hogy körülötted az emberek tőled hallottak jó dolgokat Istenről. Ez nem azért volt, mert te erre így edzettél, hogy most bemegyek a munkahelyemre, és elmondom nekik a János 3.16-ot, hanem egyszerűen úgy odafordultak hozzá, kérdeztek tőled, és te észre se vetted, és már Istenről beszéltél. Tanúim lesztek. Egy magától értetődő dolog. Tehát tanúi leszünk. Hol? Jeruzsálem, Júdea, Samária és a világ vége. De az alkalom legvégén, sőt a vízió és látás legvégén beszélek majd a vezetőinkről. Az idegeikre megyek ezzel a Jeruzsálem, Júdea, Samária dologgal. Valószínű már ti is unjátok. De minden egyes embernek, a gyülekezetnek is, a vezetőim ezért nem szeretik, de minden egyes embernek lehet ez alapján körvonalazni a tanúi szintjeit. Hogy hol vagy tanú. Ha tetszik neked, ha nem, a legszűkebb vonzáskörzeted, vagy hatás területed, az a te Jeruzsálemed. Ez azoknak az embereknek az összessége, akikkel mondjuk napi kontaktusban vagy. Apa, anya, gyerekek, testvérek, kinek milyen, valami férj, feleség, legjobb barát ide tartozhat, akiért mondjuk az életedet adnád, tehát az a nagyon-nagyon jó barát. Ők a te Jeruzsálemed. Ők a legbelső köröd. Rájuk te hatással vagy. De majd ezekről később beszélek. Van a te Júdeád, van a te Samáriád, és van a világ vége, és ezekre mindre hatással tudsz lenni te, egyszerű ember, aki azt gondolod, hogy a te életed nincs senkire és semmire hatással. Egyen-egyenként tudunk tanúk lenni, és hiszem azt, hogy gyülekezetként is ezt mondtam. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Az Efézus 1.1-ben azt mondja Pál apostol, hogy én Jézus Krisztus apostola Isten akaratából. És nagyon gyakran az elhívásra úgy gondolunk, hogy igen, Böjte Csabának van elhívása. Szenci Sándornak van elhívása. Egy lelkésznek van elhívása. Na de nekem, én csak egy egyszerű gyári munkás vagyok. Vagy programozó, vagy orvos, vagy takarító, vagy konyhafőnök, vagy bármi, ami te vagy. Amit teszel, amik az ajándékaid, amik a képességeid, ami az elhívásod, azt ne a főnöködnek tedd, nem a munkahelyednek teszed, azt tedd Istennek. Majd a Peti fog tanítani, a Gajdácsi Peti valószínű pár hét múlva, már nagyon érik benne, hogy mi keresztények, ugye hogyan álljunk a munkához. Nem fog tetszeni a tanítás, ezt szólok előre. Mert például nem lesz benne az, hogy munkaidőben Facebookodsz. Vagy munkaidőben a magánvállalkozásaid ügyeit egyengest. Vagy munkaidőben másfél órát telefonálj barátokkal, ez nem lesz benne. Amikor és ahol vagy, amire képességed van, amire elhívásod van, azt az Úrnak tedd. Vicces, vagy nem tudom, lehet, hogy szomorú. Amikor én először próbáltam körvonalazni az elhívásomat, az ajándékaimat, már régóta pásztor voltam, és rádöbbentem, hogy én nem tudom kijelenteni azt, hogy én, Németh Laci, Isten akaratából pásztor vagyok. Ez nekem ilyen testidegen volt. Akkor rájöttem, hogy itt valamilyen baj van, ezt ki kell vizsgálnom, akkor kicsit visszább mentem. Ki tudom-e azt mondani, hogy én Isten akaratából Keri férje vagyok? És ezt se tudtam kimondani. Abban már el sem mertem gondolni, hogy az apasággal hogy állok, mert akkor már volt azt hiszem kettő gyermekünk. És akkor megnéztem azt, hogy oké, és az, hogy én Jézus Krisztus akaratából férfi vagyok, oké, ez megvan, oké. És akkor innen építettem fel azt, hogy jó uram, azzal rendben vagyok, hogy férfi vagyok, és annak a határait is azért még tisztába kellett rakni, hogy mit is jelent ez, de férj, mit jelent férjnek lenni?
mit jelent apának lenni? Ha nem tudatosul bennem, akkor ezeket nem fogom jól csinálni. Lelkésznek lenni. Abba nem állok bele, hogyha nem tudom ezt kijelenteni. Isten engem arra hívott, hogy a feleségem férje legyek, a gyermekeim apja legyek, a délpesti Golgota lelkésze legyek. Ezekkel nem tudtam mit kezdeni. Azért lehetséges, hogy azért nem tudsz úgy beleállni abba a munkába, amire elhívtál, amit végzel, mert ezeket nem beszélted még meg az Úrral. Uram, én azért vagyok képes erre a munkára, azért van tehetségem, azért van ilyen elhívásom. Ezt te raktad belém, akkor én ezt szeretném a te dicsőségedre tenni. Ezeket így tegyétek le Isten lábaihoz, lábainál, ha még nem tettétek meg. Mi a te elhívásod? Fontos szereped van, és fontos vagy Isten királyságában. Ne hidd el azt, hogy én csak egy pici ember vagyok, egy ilyen teljesen marginális területén a Kárpát-medencei magyarság társadalmának pici területén, pici szegmensében. Nem. Te Isten gyermeke vagy, aki nagyon fontos vagy. Vannak emberek, akiket csak te tudsz elérni. Fontos helyed van. Zárójelben jegyezném meg, készüljetek fel, az elhívásotok változhat. Az egyik az rögtön, amikor megnősül, vagy férhez megy az ember, akkor hirtelen házas lett, ugye? Aztán utána apává vagy anyává válik jó eséllyel. Aztán azt se szokott tetszeni az a változás sem, amikor az ember nagymamává vagy nagypapává változik, ugye? Rá kell erre is lelkileg készülni, hogy az unokákkal olvasunk a verandán Bibliát, vagy verseket olvasunk nekik, vagy meséket, szóval ez egy fontos szerep. Viccet félretéve. Nagyon rosszul néz az ki, amikor az embernek megváltozott az elhívása, de nem hajlandó azt tudomásul venni. Tudom, benne voltam, valószínű leszek is benne, de a férfiak hajlamosabbak, mi nem szeretjük a változásokat. Tehát ha megvan valami fixen, stabilan, azon ne változtassunk. Igaz, férfiak? Megvan a négy fal, ablak van, kész a ház. Ugye? Klasszikus példa, a házasságépítős estén erről beszélgettünk. A nők viszont ugye függöny kell, oda szekrény kell, oda kisasztal kell, oda nem tudom mi kell, oda valamilyen lámpatest kell. Semmi nem kell. Van ágy, van ablak, van ajtó, ki lehet menni rajta, ha nem tetszik, ha tetszik, be lehet jönni rajta, kész, pont. Sose fogom elfelejteni, Szegeden voltam segédlelkész még a 90-es évek végén, és ugye előtte és egy másik gyülekezetben ifjúsági lelkész voltam, azért én nekem ifjúsági lelkészség az elhívásom, és már bocsánat a kifejezésre, de ha fene-fené teszik is, én akkor is olyan ifjúsági csoportot csinálok a szegedi Golgotában, hogy a részfánfütyülő rézangyalát, olyat még senki nem látott. Hónapokon keresztül minden megmozgattam. Ültem, vártam az ifjúságot, hogy megjelenjen, és nem jelent meg. Emlékszem, ott ültem a gitárommal, és megjelent egy 40 éves magányos férfi, és így néztem, hogy uram, de miért van, hát nem látod, itt izzadok. Megkopogtatta a koponyámat az úr, és azt mondta, hogy már egy ideje mondom, hogy nem ifjúsági alkalmat kell kezdeni, az idősek otthonába kellene menni. Én ifjúsági lelkész vagyok, hát mit keresnék én az idősek otthonába? Idősek otthona. Addig, hogy összetörtem, oké, bekopogtam a legközelebbi idősek otthonába Szegeden. Tárt karokkal vártak bennünket, komolyan, tehát ilyen piros szőnyeget csak, hogy nem gurították ki elénk. Mindent megszerveznek, mindenkit odahoznak, jaj de jó, jöjjünk, mit tudunk csinálni, mondom, hát tudok egy kis bibliai tanítást csinálni, nagyon jó, alig vár. Két hét múlva már mentünk is, rengeteg időset, volt kiket oda toltak, ugye nem tudtak már oda jönni, oda csődítettek nekünk rengeteg embert, nagyon sokan megtértek azon a napon, akik az ágyokban voltak, azok könnyek között kérték, hogy menjünk be és imádkozzunk értük. Én, önfejű férfi, ültem a gitárommal hónapokon keresztül egyedül egy szobában, és vártam a nem létező ifjúságot, hogy megjelenjen. Szóval
ha változik az elhívásod, vedd észre. Csak ennyit szerettem volna ezzel mondani, jó? Úgyhogy egyáltalán nem gond, ha változik, kövesd azt a változást. Jó. Nagyon fontos az elhívásod. Ez a példa, amit mondtam is. Nekem kellett akkor is ott bemennem abba az idősek otthonába, nem tudom miért. Talán jó volt a későbbi elhívásaimhoz az a tapasztalat, amit ott az idősek között tapasztaltam. Nem tudom, de nekem kellett mennem. Mi az, ahova neked kell menned? Mi az a hely? Ha még nem tudod, kérdezd meg, uram, oly nagy ez a város. Hol van az a hely, ahova nekem kell mennem, és nem mást küldesz oda? Ígértem, hogy beszélek erről a jeruzsálemi Júdea Samáriáról. Nagyon fontos. Én ilyen, vannak dolgok, amiben így nagyon ilyen kocka tudok lenni. Sok mindent így kép, fényképen kell látnom, le kell írnom. Én a Jeruzsálememet, a Júdeámat, a Samáriámat és a világ végémet, én ezt papíron vezetem. Sőt, most már ilyen képernyőn is, ilyen számítógépes felületen is. Beírom, kik az én Jeruzsálemem, ugye? Az én Jeruzsálemem a családom, a barátaim, a testvéreim, akik a legközelebbiek hozzám, ők tartoznak oda. És nagyon fontos a Jeruzsálememhez is, és mindegyikhez odaírok egy kérdést. Milyen gyakran veszed fel velük a kapcsolatot, milyen gyakran szolgálsz feléjük. Nem szeretem, amikor ezt meglátom, mert ott a lista, közöttük van mondjuk az anyukám, a nővérem, és már több napja nem hívtam fel anyukámat, akkor ég a bőr a képemen. Milyen régen hívtam fel a nővéremet, és kérdeztem meg, hogy hogy vagy, vagy a legjobb barátomat. Igaz? De ugyanakkor viszont imádkozom, hogy uram, oké, bocsáss meg, hogy megfeledkeztem már a Jeruzsálememről is. Hol van még a világ vége, igaz? Hogy ő feléjük kinyúljak és szolgáljak. Nem vagyok hülye ezen a kicsin sem, amint rám bíztál, bocsáss meg Istenem, és most rögtön felhívom őket, és megkérdezem, hogy hogy vannak, miért imádkozhatok értük. Szóval nekem segít, hogy összeírjam, hogy lássam, kik az én Jeruzsálemem. Bátorítalak titeket is, hogy írjátok össze ezeket a területeket. Jó, Júdea, ők a nem közvetlen környezeted, ők nem azok, akiket a legjobban szeretsz, de fontosak neked. A barátaid, a gyülekezetből a testvéreid, akik közel vannak hozzád. Nem az egész gyülekezet, ne aggódj, nem kell mindenkit szeretni, ha bár nem árt. Például egy nagyon jó munkatársad abszolút lehet, vagy több is a Júdeád, sulitársad. Ők azok a személyek, akikre örömmel gondolsz, akik kedvesek a szívednek. Milyen gyakran szolgálsz feléjük, milyen gyakran nyúlsz ki feléjük. Tedd fel ezt a kérdést, írd össze őket, és emlékeztesd magad legalább hetente egyszer, hogy felhívtam ezen a héten őket, találkoztam velük. Ezek abban segítenek, hogy ne csak sodródjon ész nélkül az életünk itt a Földön, hanem kicsit legyen iránya, hogy kikre vagyunk, milyen hatással. Samária. Szükségben lévők, és azok, akiket annyira nem szeretünk. Ugye, ha megmaradunk a Jeruzsálem, Júdea, Samária az akkori történetben, Samáriát a képmutató farizeusok ugye vastagon elkerülték. Ők voltak a nem tiszta zsidók. Ők olyan mások voltak. És mondhatnék olyan dolgokat, amik itt nem tetszenének neked, amikor kimondom, de tartozhatnak ide emberek. Bármilyen... Na jó, nem lehet ezt körülírni mindet. Jó, akkor akiket nem szeretsz, jó? Ha politikusok, akkor őket írd ide föl, jó? Ha népcsoportok, ha gondod van a tungúzokkal például, szerintem is borzasztóak, akkor őket írd ide föl, és imádkozz a tungúzokért, jó? Ha a bűnözőkkel van bajod, akik ellopták a karácsonyfát az erkélyedről, előfordult a Németh Lacival. Fel kellett ide írnom azt az ismeretlen embert, hogy megbocsássak neki. És hogy azt tudjam mondani, hogy jó, hogyha valaki ezzel viccelődött, hogy tegyek ki kaját is neki, hogy rakjak egy listát, hogy
ha bármire szükséged van a karácsonyfa mellé ajándékra, írd össze, itt bevásárolom neked. De ez a mondat volt az, ami elindította azt bennem, hogy én valójában megverni akarom ezt az embert, aki eladta a karácsonyfámat, és nem megáldani. Szóval kik azok az emberek, akiknek a jelenlétét se tudod elviselni, akiktől esetleg félsz, akiket nagy ívben elkerülsz, ha meglátnád. És mondom, nyugodtan lehet ott Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, vagy bárki, akit nem szeretsz, a libazöld párt, a hupikék párt, bármelyik, a sport, amit nem szeretsz, szóval bármi, akiket nagy évben kikerülnél. Őket írd ide föl, kezdj el imádkozni értük, mindenféleképpen imádkozz. Te szíved fog először megváltozni, és csak utána lehet, hogy az őjéké. Lehet, hogy az őjéké is. Jó? Tehát ennyi. De ide tartoznak az olyanok is, akikről nagyon gyakran csak megfeledkezünk. Árvák, özvegyek, szükségben lévők, maga tehetetlenek, hajléktalanok. Nagyon hosszú a sor. Éhezők, bántalmazottak, kizsákmányoltak. És nem mindegyikért kell, ne értsetek félre, nagyon fontos, hogy kérjétek el Istentől, hogy ki az én életemben az, akikkel rendszeresen összefutok, találkozok, és nagy évben elkerülöm őket. Ha tehetem. Rosszat gondolok róluk, menekülök előlük. Őket írd ide be és imádkozz értük. Világ vége. Ez szokott lenni a leggyengébb pontja szerintem minden kereszténynek, és itt szeretem mindig elmondani azt a egy magyar srác, aki Amerikában élt pár évig, és onnan jön a példa, de abszolút átültethető Magyarországra. Ő a gyermekeit, amellett, hogy megtanította ilyen zsebpénz, meg adakozás, meg mindenre, arra is megtanította őket, hogy legyen egy ilyen missziós világképük, ugyanis a zsebpénzükből ők adakoztak afrikai árva gyerekeknek, akiket abból a pénzből iskoláztattak. És mondhatjuk azt, hogy jó, könnyű neki, Amerikába adott havi 50 dollár zsebpénzt a gyerekének, abból 20-at elküldött Afrikába. A koncepciót értsük meg. Három gyermeke van, mind három gyermeke egy-egy, csak a zsebpénzéből egy-egy afrikai árva gyereket iskoláztatott ki, és a három gyermekből, akiket ezek a pici gyermekek, most már ugye 10 évesek, meg az egyik felnőtt, a három gyermekből, akiért imádkoztak, akinek küldték a zsebpénzükből a pici pénzt, abból kettő megtért a tizen nem tudom hány év alatt. Ők, azok a gyerekek a világ végén tanítvánnyá tettek valakit. A baptista szeretett szolgálatnak van ilyen tevékenysége. És tudom, hogy senki se tud a gyerekének annyi zsebpénzt adni, hogy havi 4000-et a gyerek elküldjön Afrikába. De mi lenne, ha mondjuk családonként azt mondanátok, hogy jó, akkor a családunk amellett, hogy adakozik, gyülekezetbe adakozik, szükségben lévő embereknek, vagy a szükségben lévő emberek lennének azok, akikért családként imádkoztak, és végig kísérjétek éveken keresztül az életüket. Imádkozzatok családként egy-egy emberért. Akár a világ végén is, de akár itt helyben is. Jó? Legyen a családotoknak egy olyan ország, amiért imádkoztok. Kérjétek el Istentől, hogy melyik ország legyen az. Afrika, Ázsia. Rengeteg hely van, ahol szenvednek a keresztények. Missziós szervezeteket keressetek fel, és kérjetek tőlük imakéréseket azokra az országokra. Esetleg lépjetek kapcsolatba misszionáriusokkal, akik ott élnek. És ti, mint család, csak hetente egyszer imádkozzatok értük. Tanulják meg a gyermekeitek azt, hogy igenis én azáltal is, hogy ki sem mozdulok a kis életemből itt Budapesten, lehet, hogy soha nem hagyom el Budapest város területét, a világ legvégén is lehetek tanítvánnyá népeket ima által. Ha van pénzem, akkor havi 4-5-6 ezer forint által. Igaz? Lehetséges. Nem gondolunk rá, megy az életünk, már megint, jaj de jó, vége a hónapnak, kifizettünk mindent, vagy nem, mínuszban vagyunk, jövő hónapban az elején, és ezzel telik el az életünk. De hiszem azt, nekem bevált, hogyha így felépítjük, hogy mi az én Jeruzsálem, mi az én Judám, mi az én Samáriám, mi az én világ végén, akkor
hatékonyabban tudunk nyomot hagyni ebben a világban. És hiszem azt, hogy lelkileg, szellemileg is sokkal hatékonyabb az, amit itt hagyunk magunk után. Amen. Mi a te elhívásod, tudod-e? Ha nem, akkor alkalom végén gyere és imádkozzunk, vagy fordulj a melletted ülőhöz és imádkozzunk. És lehet, hogy most így végighallgattad ezt a kicsi tanítást, és az van benned, hogy jó, de hogy fogom én ezt? Hogy lesz nekem erre időm? Hát ha csak a Jeruzsálemet, Judeát végig telefonálom, akkor mikor fogok én pihenni? Ha csak velük találkozok, mikor fogok én, nem tudom, sportolni? Megnézni egy filmet, vagy bármit? Van egy nagyon rossz hírem. Lapozza Máté 10-be. Ha már itt vagy, nem fogsz tudni. Mondjuk még befoghatod a füledet most, és akkor azt mondod, hogy Uram, nem tudtam. Én nem hallottam erről, Jézus, ne haragudj, egyszerűen tényleg lemaradtam róla. Biztos volt róla szó a gyülekezetben is, de... Máté 10:39. A szívembe már belevéste az Úr sok-sok évvel ezelőtt, mikor gyerekkoromban a plafonra írtam ezt az ige verset, édesanyámnak nem tetszett. De azért tettem, hogy minden egyes alkalom, amikor felébredek, akkor ezt az ige verset lássam. Máté 10:39. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét, én élettem, megtalálja azt. Elkezdtem olvasni, közben régen tudom fejből. Arról szól az életünk, hogy elveszítjük másokért. Ha tetszik, ha nem. Jó, tehát ezzel az igével kell hazamenned, most már hallottad. Nem mondtad azt, hogy Uram, nem tudtam. A mi életünk arról szól, a mi életünk olyan fontos, sőt, a mi életünk fontosabb annál, hogy csak magunkról szóljon. A te életed fontosabb annál, hogy csak rólad szóljon. A te életed annyira fontos, hogy Isten azt akarja, hogy sok mindenki másról szóljon. Sok mindenki másnak szóljon. És nem lesz kényelmes, és nem lesz kellemes. Gyülekezetként mi az igazság? És akkor ezt most tegyétek így el, írjátok az utolsó gondolatokat, hogy állunk gyülekezetileg, és most látni fogtok mögöttem sok-sok képet. Amikor elkezdtük ezt a gyülekezetet, most már több mint 4,5 éve, akkor Istentől azt kaptuk meg, jöhet az első kép, Zoli, amint a számítógép, egy szavam sincs. Ilyen gyors számítógépünk is régen volt. Szóval azt kaptuk Istentől, hogy ezt a közösséget tegyük a szeretet helyévé. És ezt nem csak ilyen érzelmi kirohanásban gondoltuk meg, hogy ilyen nagyon kedvesek leszünk egymáshoz, hanem tényleg olyan közösségé nőjünk, ahol ha nem is ismer mindenki mindenkit iszonyat mélyen, mert az lehetetlen, de hogy mindenki legyen olyan 10 fős, 20 fős közösségben, ahol tudja és érzi, hogy őt szeretik. Ahol tudja és érzi azt, hogy bárkihez fordulhat segítségért, imáért. Ezen dolgozunk 4,5 éve, nem tartunk még ott, hogy azt mondhatnánk a gyerekek, a délpesti Golgota a szeretet helye. Néha felvillannak pici reménysugarak, és jé, tényleg, de jó, ilyen szerető közösség voltunk. Így szolgáltunk felét, ennyien imádkoztak, érted? Hála érte Istennek. Hát ebbe az irányba haladunk minden egyes tevékenységünkkel, minden egyes próbálkozásunkkal, és most röviden szeretném átfutni azt, hogy mi minden az, ami történik a gyülekezetünkben, hol tartunk. Nagyon fontos a általában véve a Golgotáról, ha valamit tudtok, az az, hogy nálunk nincs ilyen vezetett tagság. Nem azért, mert ez rossz, hanem mert nem, mert nincs, mert így alakult ki a rövid 40-50 éves bő egyház történetünk során. Viszont mi Délpesten informális tagságot vezetünk, jó? Ennek az informális tagságnak három nagyon fontos pontja van, és elengedhetetlen pontja. Vegyétek észre, az első pontnál azt írja, hogy vegyél részt a gyülekezet életében vasárnapon kívül a kisebb közösségi alkalmakon. De nagyon jó, hogy itt vagy vasárnap, örülünk neked. Viszont nagyon fontos eleme a közösségünknek az, hogy a vasárnapon kívül
kisebb közösségekbe jársz. Házi csoportok, férfi alkalmak, női alkalmak, majd látjátok nem sokára, hogy mi minden van, azokba beépülni, azoknak részesévé válni. Tehát nem attól vagy délpesti golgotás, hogy vasárnap itt megjelensz, örülünk neked, de ennél sokkal többről szól. A második nagyon fontos dolog, hogy szolgálj. Havonta legalább egyszer. Ez nem a gyülekezet miatt fontos, ez te miattad fontos. Mint ahogy hallottuk, Isten ajándékot helyezett el beléd. Milyen kár lenne azért, hogyha nem használnád mindazokat a talentumokat, amiket Isten beléd helyezett. És nem azt mondjuk, hogy minden vasárnap neked kell lenned a takarítónak, a gyerekszolgálatosnak, a dicsőítésvezetőnek, a tanítónak, a mindennek. Havi egyszer legalább, jó? Próbáld ki magad. Havonta egyszer vállalj valamilyen gyülekezeten belüli vagy kívüli szolgálatot. Jó? És a harmadik dolog pedig megint csak, hogy missziós látásmódunk legyen, évente egyszer vagy vegyél részt valamilyen missziós tevékenységben. Misszió az azt jelenti, hogy drága hazánknak a területét elhagyott, tehát vagy személyigazolvány, vagy útlevél, jó, ha van nálad. Vagy pedig, ha tudsz valakiről, aki megy, őt kétféleképpen lehet támogatni, imában, ez mindenkinek megy, és ha van lehetőséged, akkor pénzben. Ha nincs, az ima nagyon jó, mert az imából nagyon gyakran Isten kirendeli a pénzt másokon keresztül, hogy az az ember el tudjon menni misszióba, jó? Tehát vasárnapon kívül kis közösségekbe beépülni, havonta egyszer szolgálni, és évente egyszer valamilyen missziós utat, misszionárius segíteni, jó? Tehát ebből áll össze az, hogy te délpesti Golgota tagjának mondhatod magad. Nem vezetünk névsort, nem ellenőrizzük, hogy támogattál-e idén. Ezt csak szeretnénk, hogyha így a szívünkbe ezért válna. Havonta egyszer is szolgálatot se ellenőrizzük rá, hogy szolgálsz, nincs ilyen. De ettől fog a hited élővé és mozgalmassá válni. No, a gyülekezetünk, Jeruzsáleme, ugye maga a gyülekezet, tehát ennek a közösségnek ez a Jeruzsáleme, illetve azok a dolgok, amiket csinálunk, Isten tiszteletek, mennyire komolyan gondoljuk ezt a közösségorientáltságot, ezért nincs hétközi Isten tiszteletünk. Mert szeretnénk, ha mindenki házi csoportokba járna, ha férfi-női alkalmakra lenne ideje, ha hétközben idejönnél egy újabb bibliaórára, akkor jó eséllyel másnap nem mennél el házi csoportba. Hajlandóak vagyunk gyülekezetként feláldozni a hétközi Isten tiszteletet, ezzel is erősítve bennetek azt, hogy menjetek közösségekbe, épüljetek egymás hite által. Jó? Házi csoportok. Hála Istennek már 4 házi csoportunk is van. Idén indul, most már tavaly indult a 4. ugye, a Pest Erzsébeten a Szent Jánosi, Krisztián és Nagytusa Péter vezette házi csoport. Ők a legfrissebb házi csoportunk. A házi csoportokra is igaz az, hogy nem csak azt akarjuk, hogy összejárunk, Bibliát olvasunk, imádkozunk, finom süteményt teszünk, hely de jó, hanem a házi csoportok is tesznek szolgálatot. Megkeresik azt, hogy mi végre vagyunk mi házi csoportként eme földön. És a kedvenc házi csoportom, a Takács és Takácsféle házi csoport, csak jelzem, ők az első a 4 házi csoportunkból, akik már azt mondták, hogy mi az, amiben mindannyian tudnánk részt venni. És felfigyeltek arra, hogy a házi csoportjuk tele van olyan emberekkel, akik vagy gyerekszolgálatban, vagy árvák felé való szolgálatban már komoly tapasztalatokkal rendelkeztek. És a gyülekezetünknek a gyerekotthonos, a József Attila gyerekotthonos szolgálatát ez a házi csoport viszi a hátán. Tehát nem a gyülekezetnek kell szervezni, hogy jelentkezzen már valaki, hogy menjen már valaki az árvákhoz. Ő nekik az elhívásuk, az ő házi csoportjuk viszi ezt a hátán, és nagyon profin csinálják. A mi házi csoportunk, aki a második legjobb házi csoport, csak szólok, az idei évre ez a terv, hogy rájöjjünk, hogy mi is a célja a mi házi csoportunknak. És a legelején elmondtuk, már alakul, hogy mit fogunk, az egyik dolog, amit csinálni fogunk, de még nincs meg a konkrét elhívás. A júniusig még ráérünk, ki fogjuk találni, és bele fogunk állni házi csoportként is abba az elhívásba. Jó, röviden csak ennyit a házi csoportokról. Férfi alkalmak, nagyon a szívünkön van, nagyon régóta csináljuk. Ha nincsenek férfiak, nem lesznek jó férjek, ha nincsenek jó férfiak, nem lesznek jó apák,
ha nincsenek jó férfiak, nem lesznek jó vezetők, úgyhogy ezért rugdossuk a férfiakat rendszeresen, és igenis fontos, hogy férfiakká váljanak azok a hímnemű egyedek, akik ide járnak, jó, így fogalmazok, mert szoktuk mondani azt is, hogy pasik, mert az még nem férfi, attól, hogy szakálla nő, még nem biztos, hogy férfi, úgyhogy foglalkozunk a férfiakkal komolyan. Női alkalmak. Már két női csoport is van, aminek én nagyon örülök. Az egyiket a Gajdácsi Kata vezeti, a másiknak nem merem megnevezni a nevezetőt, mert nem tudom, hogy ki. Burán Tündi, Pap Viki és többen vezetitek. Nagyon jó. Hajrá! Ifi alkalom is, kettő is van. Tehát lehet válogatni női alkalmakból is és ifi alkalmakból is. Akinek nem tetszik a Gajdácsi Peti féle ifjúsági alkalom, vagy a Petinek a hosszú haja ellenszenves, az mehet a Makra Zsolti féle K2 ifibe, jó, Kispest 2-es ifibe, úgyhogy oda is lehet csatlakozni. Batyu közösséget szoktunk tartani, az most egy ideje szünetelt. A Batyu közösség lényege, hogy vasárnap, havonta egyszer vasárnap, és februárban már lesz egyébként, csak jelzem előre, azt hiszem február utolsó vasárnapján, istentisztelet végén mindenki, aki amit hozott ételt, itt középen végigrakunk asztalokat, megpakoljuk étellel, és együtt batyú ebédet veszünk. Úgyhogy együtt vagyunk így is. Sport, foci, remélem egyszer még lesz kosárlabda, és ezt többen szerettétek volna. Házasság építők estje, havonta egyszer már két csoporttal működik, ez is nekem a szívem csücske, és nagyon örülök neki. Egyedülállók estje, az egyedülállókat se felejtettük ki, látjátok, már tavaly óta működik. Indul egy Interface nevű, erről már többször tettem említést. Számítógépes, ilyen okos emberek, nevezzük őket, nem tudom, kockáknak, az ő csoportjuk ezt a Dombi Árni vezényletével indul. Nagyon szeretjük őket, mert nélkülük például ez a kivetítés se válna valóra, az ő programjaik és okosságuk nélkül. Úgyhogy nagyon becsülünk benneteket, szeretünk benneteket, nem értünk benneteket, ezt fogadjátok el, jó? Lesz egy ilyen művészek csoportja, ezt múlt héten jelentettem be először, meg a hírlevélben is kiküldte a Nagykusa Peti nektek. A Kata szeretné összerántani mindazokat, akik rajzolnak, festenek, akárhova. Szobrokat készítenek, hát a grafitisek is számítanak, csak szólok a Barnabásunknak, jó? Tehát, és mindenféle művészeti ágazatot, jó? És tavasszal valamikor indulni fog egy ilyen csoport, és majd reméljük, hogy nagyon szép kis kiállítást tudunk majd itt berendezni a ti műveitektől. Havonta szoktunk ima és bőjtnapot tartani, erről majd mindjárt többet is mondok. A szolgálatokat láttok ott jobb oldalt. A könyvtárosunk sajnos nem tud itt lenni ma, a jég megakadályozta őt abban, hogy eljöjjön a mi drága blogging. A Pálma itt van, úgyhogy őt kereshetitek alkalom végén is, vehettek ki könyveket. A Bogi szeretett volna beszámolót tartani, állítólag át is küldte e-mailen, hogy mivel nem tud jönni, én mit mondjak el helyette, de sajnos én viszont elfelejtettem kinyomtatni és elhozni. Úgyhogy a lényeg az, hogy pár éve már csináljuk a könyvtárat, talán két éve, már több mint 50-en vagytok rendszeres könyvkölcsönzők és könyvtártagok, ami szerintem fantasztikus. A hosszú távú vágyunk az, ugye úgy indítottuk, hogy egy ilyen kis belső gyülekezeti könyvtár, de a nagy víziónk és látásunk az, hogy a határút környékén valahol kibérelni egy helyiséget, ahol munkába menet. Leadhatjátok a könyvet, amit elolvastatok, és úton hazafelé pedig fölveszitek az új könyvet, szóval oda-vissza ez működne, hogy ott lenne ez a könyvtár, munkába menet lenne nyitva, meg munkából hazafelé jövet, és jó keresztény könyveket tudnátok állandóan kikölcsönözni, elérhető lenne a számotok. Tehát ilyen szolgálattá nőné ki ez magát éveken belül. Tyupi, nem menj messzire, mindjárt a következő, jó? Úgyhogy így ez a könyvtár víziója, látása. Nem sokára be fogunk vezetni majd ilyen éves, nem tudom, 200 forintos tagságot, megint csak a komolyság növelése miatt. Abból a pénzből, ami befolyik, megint csak könyveket veszünk, ahogy havonta egyszer mindig látjátok, hogy kapunk, vagy veszünk új könyveket, illetve lesz bünti is, aki nem hozza vissza egy hónap elteltével, azt hiszem 50 forint per hét valamilyen ilyen jelképes dolgot talált ki a Bogi egyenlőre, hogy megtanuljuk visszahozni időben a könyveket, jó? Úgyhogy én ennyit mondtam, lehet, hogy szeretett volna a Bogi ennél többet, majd ő elmondja.
Csupi, gyere, a gyerekszolgálatunk vezetője, ami Takács Istvánunk alias Csupi. Takács Istvánként kevesen ismertek, Csupiként szerintem mindenki. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok a minden gyerekszolgálatos munkájáért, aki csak havonta egyszer vagy két havonta egyszer is vállal bármit, nagyon köszönöm. És szeretnénk továbbra is folytatni, hogy egyre komolyabb munka végződjön a gyerekek között, úgyhogy erről most a változásokról a Csupi fog néhány gondolatot mondani. Köszönöm szépen, sziasztok! Gyerekszolgálat. Azt tudjátok, egészen biztos, hogy benne, köszönöm. Egészen biztos, hogy benne tudjátok azt, hogy három különböző csoportunk van már. Azért szeretném ezt elmondani, mert minden csoportnak gyerek korának megfelelő tanítás, illetve vigyázás van. Ami azt jelenti, hogy ami ezen a szinten van a vasárnapi iskola, oda azokat a gyerekeket várjuk, akik már tudnak olvasni, megírni. Ez azért kell, azért fontos, mert hogyha olyan gyerekek jönnek, akik nem tudnak úgy olvasni, akkor ők unatkozni fognak körülbelül 5 perc elteltével, és kicsit nehéz őket lefogni. Jó? Tehát próbáltuk már kikötözni őket, meg ilyenek, de ez nem működik. A lényeg mi lényeg, hogy fönt a felső két emelete följebb, ott vannak az óvodások, tehát aki óvodáskorú gyerek, én tudom, azt nekem is van óvodáskorú gyerekem, nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha már iskolába járna, de még nem tart ott, ezért ő is az óvodás csoportban van, így minden olyan gyerek, aki jelenleg óvodába jár, azt kérem, hogy akkor ők az óvodásokhoz menjenek, nekik egy ilyen fél órás kis alkalom van, és utána pedig ugyanúgy figyelnek rá többiek, jó? A másik dolog, amit szeretnék elmondani, a vasárnapi iskolához kapcsolódik. Nagyon sok gyerek van, aminek nagyon örülünk. Szolgálunk is van most már elég, nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat. Azonban a szülők részéről egy kis közelműködést szeretnénk kérni. Ugyanis azt vettük észre, hogy vannak gyermekek, akik, hát hogy mondjam, szépen megpróbálják kijátszani a gyerekszolgálatot és a szülőket egymás ellen. Na most ez nem egy nagy meglepetés, találkoztunk már ilyen, nem is egyen. Az alaptörténet az annyi, hogy a szülőknek azt mondja a gyermek, hogy unalmas a vasárnapiskola, ezért nem akar oda menni. Nekünk vasárnapiskolában azt mondja, hogy hát ő inkább beülne az alkalomra és inkább meghallgatná, mert hogy az ő saját korának az jobban megfelel. Mert ő olyan lelki. Igen, mert ő olyan lelki. Ennek ellenére az történik, hogy itt van bent veletek a medteremben, hátul van, nem figyel, unatkozik, beszélget, zavarja az alkalmat, mi szívesen látnánk, ott le tudnánk foglalni, itt azonban nem csinál semmit. Tehát ide sem figyel, oda sem figyel. Gyakorlatilag úgy megy el, mintha mondjuk focizni ment volna, csak még le se izzad. Jó? Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogyha ilyen gyermekek vannak, akkor kérünk titeket szülők, hogy vagy küldjétek be őket a gyerekszolgálatba, vagy pedig magatok mellett legyenek itt a teremben. Jó? És akkor ti figyeljetek rá, hogy ne beszélgessenek, ne nézegessenek újságokat, meg én nem tudom. Jó? Úgyhogy ez a kérés. A gyerekszolgálat jövőjére vonatkozólag több tervünk is van, szeretnénk ugye bővíteni, nyilván ugye jönnek a gyermekek, vannak akik erről gondoskodjanak többen is, itt a gyülekezetben. Ez ugye nyilván nem probléma, csak azt mondom, hogy bővülünk, és így ahogyan bővülünk, egyre szigorodnak a szabályok is, jó? Ez nyilván azért kell, hogy ugye szervezettebben tudjunk a gyerekekkel foglalkozni. Ezért is találtuk ki azt, ezt az óvodás dolgot, hogy az óvodás csoportba menjenek azok, akik egyébként is óvodában járnak. Illetve még azt szeretném kérni, hogy akik az emeleti teremben viszik a gyermekeket, a babákat, illetve az óvodásokat, azok legyenek kedvesek egy egész darab fogas gyermekenként elhozni. Jó? Ez egy ilyen kis szervezési dolog, vettünk fogast és majd ilyen tartót, és akkor szeretnénk, hogy a gyermekeknek a kabátja nem egymás egy ilyen hátán szalasz, egy szórodna, hanem szépen rendezetten ugyanúgy, hogy itt lent is van. Jó? Úgyhogy azt hiszem, hogy... Még annyi, hogy a karácsonykor ismét kaptak gyerekek bibliákat, keresztény könyveket. Olvassátok szülők velük otthon, jó? Illetve akik bibliát kaptak, hozzák magukkal a vasárnapi iskolába. Tehát szeretnénk azt, hogy tényleg ők ott ilyen kis bibliaórát kapjanak maguknak, akik már iskolások. Nem unalmasat, meg nem mennek vissza az ógörökbe, meg a héberbe. De nem annyira sokat. De a lényeg az, hogy utána pedig, mikor hazamentek, kérdezzétek meg, hogy és mi volt a vasárnapi iskolában. Ugyanúgy, ahogy az iskolában itt is azt fogják mondani, hogy semmi nem volt. Ugye az én lányaim is mindig ezt mondják, semmi nem történt, unatkoztunk. És akkor mégis milyen dalt énekeltetek, vagy miről volt szó? Ja, hát volt valami, és akkor el lehet velük kezdeni beszélgetni. Ez segítendő,
Igen, kapnak a gyerekek házi feladatot, ami nem azt jelenti, hogy ettől és ettől könyvet olvasd el a 623. oldalon, és akkor hanem ezt kijelenések könyvét. Igen, tehát nem annyira ilyen jellegű, hanem sokkal inkább most például egy ilyen aranymondást kaptak, ezt itt szépen megtanulják, és az a házi feladat, hogy meg kell tanítani a szülőknek. Jó? Úgyhogy ez nektek is egy hálás feladat lesz, jó? Általában nem olyan hosszú az igevers, és magyarul van, tehát ez segít. Jó? Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy akkor, amikor hazamentek a gyerkőcökkel, akkor velük együtt tanuljátok meg ezt, mert következő alkalommal számban lesz kérve nem rajtatok, természetesen, hanem rajtuk. Jó? Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, Csupi. Jó? Úgyhogy szeretnénk, hogyha egy komolyabb, hát kis tanítások lennének ott bent, és még többet kaphatnának a gyermekeink, jó? No. Jude a következő, tehát a délpesti kis gyülekezetünk belső szolgálata, egy belső működése, kifelé hogyan létezünk. Urák kérdése is megjelenik a következő képkocka. Mint már mondtam, a Takács és Takácsféle házi csoport az, aki a gyerek otthon szolgálatunkat vezeti. A gyülekezetünkből többen szolgálnak vagy a 22-es asztal, vagy a Névtelenutak alapítványnál. Ezt azért mondom el, aki még nem tudná, a 22-es asztal az utcai szolgálata, a szolgálata prostitúcióra kényszerített nők felé. A Névtelen Utak alapítvány pedig az az alapítvány, aki az ő rehabilitációjukon és reintegrációjukon dolgozik. A utóbbit most már januártól rendszeresen támogatja pénzügyileg a gyülekezetünk. A vastagon kiszedetteket látjátok, hogy 2014. januárjától ők kapnak fix támogatást a gyülekezetünktől havonta. Névtelen Utak Alapítvány, Jákin Stúdió és az Apológia Kutató Központ. Úgyhogy őket támogatjuk abból, amit ti az adakozódobozba bedobtok, vagy a bankszámlára átutaltok. Annak a tizedéből, bocsánat, tehát azért terembérlést is kell fizetni, és a többi. Szóval, és erről majd mindjárt beszélek. A hajléktalan szolgálatnál van egy kérdőjelünk. Ezt régen rendszeresen hordtunk ki ételt, és a többi, és a többi. Itt van egy ilyen pihenő időszakunk, most talán így fogalmaznék. Szeretném, hogyha mindazok, akik részt vettetek a hajléktalan szolgálatunkban korábban, vagy szeretnétek a hajléktalanok felé szolgálni, megkeresnétek engem az alkalom végén. Ugyanis szeretnénk valami olyan hatékonyabb módszert összerakni, ami jobb, több, annál, hogy csak adunk nekik enni. Jó? Tehát szeretnénk tovább lépni ebben, a hogyanjáról, mikéntjéről szeretnénk egy ilyen kis közösséget, kis csapatot összerakni, és hetek, hónapok múltán valami komolyabb projektet elindítani ebben a témában, ezen a területen. Jó? Úgyhogy azért van ott a kis kérdője, hogy a hogyan tovább ezen a területen. Samária. Ugye ez az, akiket így nem nagyon tudunk róluk, vagy nem nagyon szeretjük őket, vagy nem nagyon ismerjük őket. Topolyának gyűjtöttünk évente egyszer sok-sok más keresztényel Budapestről. A Jákin Stúdió volt ennek a motorja, és hát már meglátjuk, hogy ez is hogyan megy tovább, hogy évente egyszer-kétszer a topolyai keresztény testvéreknek a szegények felé való szolgálatát segítettük. Nem tudjuk még, hogy valójában ezen a területén a gyülekezetünknek mik lesznek a lépések. Ez egy ilyen valami, amit tettünk eddig, és valami, amit szeretnénk folytatni, vagy esetleg még többet tenni. Itt megint csak az jön be, hogy szerintetek kik azok, akik felé szolgáljunk? Van-e neked olyan elhívásod, amit szeretnél elmondani, és szeretnéd, hogy gyülekezetként mögéd álljunk, esetleg többen segítsünk ezen a területen? Szóval, ha... Most mondok, jó, vad dolgokat. Téged Isten arra hívott el, hogy a cigányok felé szolgálj. Téged Isten arra hívott el, hogy a melegek felé szolgálj. Téged Isten arra hívott el, hogy bármi olyan terület, amire ez lesz a reakciónk. Jó, tehát egy ilyen csodálkozós arc, és hogy normális. Tehát, hogy tényleg ezt átgondoltad? Tudod te, hogy milyen fába vágod a fejszédet? Na, ha ilyen elhívásod van, megint csak keresd meg engem, vagy bármelyik vezetőt, és beszéljünk erről, mert hiszem azt, hogy gyülekezetként igenis ki kell nyúlnunk olyanok felé, akik felé senki sem nyúl ki, vagy kevesen nyúlnak ki felük, vagy nem jól teszik ezt. Nem jó módszerrel, jó? Úgyhogy itt még nem tartunk. A gyülekezetünk világvége felé való szolgálata, és mindjárt a végén vagyunk. Bocsánat, hogy már kicsit hosszabbak vagyunk.
Itt van egy ilyen kezdjük Boszniával kérdőjeles történet. Bosznia az az én szívem csücske, csak ezért jelenik itt meg. Elindítottunk a szegedi szentekkel, illetve néhányan a pesti Golgotából is jelentkeztek. Ez a Magyarok Boszniáért imakör, egy e-mail lista, amire lehet jelentkezni. Most már több mint egy éve stratégiailag imádkozunk heti rendszerességgel Boszniában szolgáló keresztény testvéreinkért, és ne tudjátok meg, hogy milyen ima válaszok vannak. Tehát konkrétan ilyen muzulmán imámok hívták meg ezt a misszionáriust, hogy Isten szeretetéről tanítson. Muzulmán mecsetben 200 férfi ült abban a török üléses pózban, és hallgatta, hogy ez a keresztény teológus barátom Jézusról beszél nekik, és visszahívta őt egy hónap múlva megint, és egy hónap múlva megint. És mindez úgy, hogy egy évvel ezelőtt azt mondta ez a srác, imádkozzatok értünk, rakjunk össze egy csapatot. Körülbelül 100-an vagyunk eddig ezen a listán, ezt szeretnénk felduzzasztani olyan 300-500 főre. Az egész dolog, majd akit érdekel, elmondom személyesen is, vagy keresetek meg az alkalom végén, vagy írjatok a delpest@golgota.hu-ra egy levelet, hogy tegyetek rá az Ima Boszniáért csoportra. Lenyűgöző az, amit Isten csinál, azon keresztül, hogy ott van 2 darab emberünk, és van kb. 100 magyar, aki imádkozik értük. Én nagyon szeretem Boszniát, egyik olyan ország, ahol ha azt mondod, hogy magyar vagy, akkor tényleg, de jó, hát ti építettétek ezt az épületet, azt az épületet. Szóval van egy ilyen, a monarchia miatt van ott egy ilyen pozitív hangulat a magyarokkal kapcsolatban, ugye? A balkáni háborúban a Mosztári híd lerombolását, azt nem mi követtük el, viszont a felépítését mi követtük el. Magyar katonák szedték ki a Neretva folyóból a folyódarabjait, magyar mérnökök tervezték a híd újraépítését. Szóval ha azt mondod, hogy magyar vagy, akkor de jó, Isten hozott, ez a hozzáállás. Hogy nem kell elmenned Boszniába, viszont lazán tudsz imádkozni és úgymond lelki nyilakat lőni Boszniába. Júniusban, június végén lesz 100 éve, hogy Szarajevóban elindult az első világháború. Úgyhogy mi eldöntöttük ez az imakör, hogy elmegyünk akkor, és ott fogunk imádkozni. És ha szeretnél június végén Szarajevóban imádkozni ott, ahol Gavrilo Princip lelőtte Ferenc Ferdinándot, vagy a környező hegyeken, körbe szeretnénk imádkozni Szarajevót, akkor megint csak jelentkezz, és a szegediekkel, pestiekkel, délpestiekkel, 3-4 autónyi emberrel legalább le szeretnénk menni, és ott imádkozni, és esetleg, ha mást is tudunk tenni, mást is tenni. Jó? És megint itt van a végén a kérdés, szerinted hova? Neked mi van a szíveden? Mire van neked elhívásod? Jó? Hát ha Isten téged Afrikába hív, 5 év múlva, 10 év múlva úgy gondolod, hogy ott leszel misszionárius, akkor szeretnénk róla tudni, és szeretnénk már most imában támogatni. Ha van valami olyan ötleted, ami szerinted gyülekezetként beleállhatnánk, mondd el, beszéljünk róla, és örömmel, örömmel, jó? Úgyhogy ez a Bosznia, mondom, ez csak az én ilyen őrületem. Utolsó előtti oldal, pénzügyek. Erről is mindig kell beszélni. A szükséges, rossz, vagy hogy szokták mondani? Láttuk ilyen százalékokat a pénzügyek alatt. 2013. januárjáig az úgy nézett ki, hogy 70%-át éltük fel annak, amit kiadakoztatok. 20%-át raktuk megtakarításokba, erről majd a következő diafilmen fogtok látni, és 10%-a ment a mindenkori bevételnek misszióba. 2013. januárjára rájöttünk, hogy valahogy ezek a százalékok tarthatatlanok. Többen akkor 2012-ben elveszítettétek az állásotokat, nehéz idők voltak. Átalakítottuk úgy, hogy a bevétel 85%-ából élt a közösség, 5%-a ment megtakarításba, 10%-a ment továbbra is misszióba. 2009-től 2013. januárjáig a 20%-os megtakarításos modellel, tudjátok, több mint 2 millió összejött, az kamatjaival, nem kamatjaival, hanem befektettük, és a termelt hasznot, az a 2,3-2,4 millió környékén volt. Erről majd megint csak a következő dián beszélek, hogy ezzel mit csináltunk. Az 5% köszöni szépen minden hónapban megy, arról is majd mindjárt a következő dián láttok.
Itt, amit láttok, az az, hogy 2012-ben mennyi volt az adakozás per hó, illetve a kiadások per hó. Elég egyértelmű, igaz? Zárójelben látható, hogy havi átlagban plusz 23 ezer forintunk volt, 2013-ban ez plusz 46 volt, ugye ezzel, hogy így átalakítottuk és meghúztuk a nadrágszíjat, és emiatt engedhettük meg magunknak azt, hogy nagyobb épületbe költöztünk, ezt felújíthattuk, és a többi. És 2014-re bátorkodtunk először tervezetet csinálni. Nem kell megijedni tőle, ez nem olyan dolog, amit majd így kivasalunk belőletek. Hogyha nem jön be havi 680 ezer, csak havi 620, akkor irbum-burgum lesz. Nem. Egyszerűen csak 2009 óta, ahogy figyeltük az adakozásotokat, minden évben volt 10-20-30%-nyi növekedés. Ez egy ilyen természetes növekedés. Ez nem az, hogy most akkor ennyivel kell, hogy növekedjünk. Ez magától történt, történik. Úgyhogy ez még csak azt sem mondanám, hogy hitben. Abszolút emberi logikával, Satzper kb. Szerintem egy év múlva, amikor itt állok előttetek, azt fogom mondani, egyébként szerintem az még több is lesz ez, és a kiadásunk meg remélhetőleg nem lesz több. Komolyra fordítva a szót, 2009 óta fantasztikusan adakoztok. Soha nem volt semmilyen gond az adakozással. Mindig vagy nullszaldósok voltunk, vagy pluszban voltunk. Ezért tudtunk megtakarítani, ezért tudtunk nagyobb épületbe, szebb épületbe lépni. Szóval ezzel soha nincs gond. Egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni, sőt kettőt, az egyik az vicces. Két dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik, hallottam egy ilyen statisztikát, hogy Amerikában minden ötödik ember egyáltalán nem adakozik a gyülekezetnek. És vannak különböző elméletek, hogy hogyan kell adni, hogyan nem kell adni. Ahogyan adakozol, Isten álljon meg érte. Jó? Nem azt fogom mondani, hogy így kell, vagy úgy kell. Nagyon sokat olvastam erről a teológiai egyetemen is, meg azóta is néhány könyv ide kezembe akadt. Elmondom, hogy a Biblia Satzper kb. Mit mond. Jó? A zsidók összességében 20-30, akár 40%-ot is adakoztak a mindenkori bevételükből. Ószövetség. Tudom, új szövetség alatt vagyunk. Malakiásban azt írja, hogy ne lopj Istentől. Nem fogok ilyen irányba menni, nem fogok ítéletet hirdetni rátok. Jó? Viszont tény, hogy mindenünk, amink van, Istentől van. És Isten nem azt mondja, hogy add nekem mindet vissza, adj belőle valamennyit vissza. Jó? Amennyit hited szerint tudsz adni, annyit adj Istennek. Na jó, de akkor a gyülekezetbe dobjam be, a szegényeknek adjam, alapítványokat támogassak, mit csináljak? Én azt szoktam mondani, hogy megint ahogyan Isten vezet. Nyilván könnyű lenne lelkészként azt mondani, hogy mindet a gyülekezetnek, sőt 10% fölött adja a gyülekezetnek. Elmondom én, mit csinálok, jó? Én nem szeretek tartozni. Ha valaki kölcsön ad, én megőrülök addig, amíg nem adtam vissza. Most egy barátomtól megvettem a laptopját 10 havi lefizetésre. Gyerekek, alig várom, hogy vége legyen. Még meg se jött a fizetésem, én már próbálom félrerakni azt a részletet, amit oda kell adnom neki az első héten, hogy le tudjam a nyakamról. Kicsit így vagyok az adakozással is, én nagyon szeretek adni Istennek, de a 10%-ot én rögtön leveszem, berakom egy ilyen külön rekeszbe, vasárnap jövök Isten tiszteletre, az első dolog, amit beteszek, adakozódobozva, letudva. Ezen kívül még lesznek szegények, akiken segíteni kell, lesznek betegek, akiken segíteni kell, és lesz egy csomó egyéb szükség, amire hónap közben így is, úgy is adni fogunk. Ez az én modellem, nevezzétek akárhogy akarjátok. Jó? Tehát annyit adtok, amennyit szívetek szerint tudtok adni, hogy a gyülekezetnek adjátok, hány százalékát adjátok a gyülekezetnek, hány százalékát a Heimpál kórháznak, vagy bárkinek, szívetek joga. Csak legyen egy gyakorlatotok, hogy adtok abból, amit Istentől kaptatok. Amen? Amen. Jó? És mondom, nagyon-nagyon köszönöm, mert ha nem adakoznátok, nem tudnánk itt lenni. És kicsit olyan ez, mint egy család. Szolgálni kell, ugye otthon is el kell mosogatni, valakinek ki kell vinni a szemetet, ugye valakinek pénzt kell keresni, mindannyian pénzt keresünk, mindannyian betesszük a közösbe, jó? Tehát így tekintsetek erre. Jó, befektetve. A következő utolsó előtti. Látjátok, befektetve 0 forint van. Semmi vastaps? De Isten őrizd! Ami be volt fektetve, azt kivettük és abból újítottuk fel ezt az épületrészt, úgyhogy ezért tudunk most nagyon kedvezményesen internet bérelni, úgyhogy kiürítették a befektetésünket. Abból a modellből, amit január 1-ével tavaly vezettünk be, hogy havi 5%-át az adakozásotoknak megtakarításba tesszük,
Na abból tartunk január 31-jel 261 ezer forintnál, jó? Tehát ez most egy sokkal kisebb, szűkebb megtakarítás, mint ami korábban volt. Reméljük, hogy a jövőben azért ennél többet is fogunk majd tudni megtakarítani. Egyelőre maradunk ennél a meghúzott nadrág színnál, és örvendezünk ebben az épületben, amit az úr adott nekünk. Jó? Úgyhogy ennyi az utolsó oldal pedig, hogy mi lesz 2014-ben. Tavaly az volt, hogy minél több közösség induljon, és egymást minél jobban megismerjük, és remélem, hogy érzitek, és hogy ez jól alakult. Tavaly szerintem nagyon jó évünk volt. Nagyon sok minden új dolog indult, és sokan beépültetek ezekbe a közösségekbe. Mondom, egy olyan gyülekezettől, ami 80-90 fő környékén jár, most maximum 100-an lehetünk, abból, hogy 4 házi csoportunk van, ami működik, és szép létszámmal mindegyik, az nagyon jó. Én nagyon szeretnék őszre majd egy 5. is, de ez csak az én szívem vágya, hogy rengeteg más férfi, női, ifi és minden alkalomban, ez is nagyon-nagyon jó dolog. Működő közösség vagyunk, ismerjük meg egymást, és ezáltal ismerjük Istent is egyre jobban. 2014-re nem tudom, működik? Igen. Nagyon sokszor mondtam, a kereszténység legnagyobb gyengéje az imádság hiánya. Nem imádkozunk, nem tudjuk, hogyan kell imádkozni, azt tudjuk, hogy erről tanulni kell. Úgyhogy 2014-ben erről a szószékről nagyon sokat fogtok hallani az imádkozásról. Legalább havonta egyszer valamilyen kiadványjal ostromolni foglak benneteket, kihívásokat fogok tenni elétek, felkéréseket fogok tenni elétek, az imalapot, amit egyszer laminált példányban kiosztottunk, gyülekezeti imalapot újra fogjuk nyomtatni, kiadni. Úgyhogy meg lesztek mozgatva a 2014-ben az ima terén, ha tetszik, ha nem. És lesznek olyan új kihívások is, amit én nagyon remélem, hogy működni fognak, ha nem, hát akkor nem. De én mindent meg fogok tenni, hogy én magam fejlődjek az ima terén, és szeretném, hogyha együtt növekednénk és fejlődnénk az ima terén. Megvallom, én nagyon gyenge vagyok imában is, és nagyon sok tanulnivaló van még, de hiszem, hogy nem vagyok vele egyedül, úgyhogy remélem, hogy erről idén együtt fogunk tudni tanulni. Utolsó utáni dolog a vezetőink. Régóta tartozok azzal, hogy ki mindenki, majd voltak változások. A vezetőket általában egy évre kérjük fel, ugye bárkinek az életében bekövetkezhetnek változások, akkor szeretjük fenntartani nekik a jogot arra, hogy azt mondják, hogy jó, én egy évig tudtam vinni, 3 évig tudtam vinni, most le kell tennem ezt a szolgálatot. És voltak, akik éltek ezzel, 1 évig, 2 évig nem voltak vezetők, aztán újra lettek, és ez teljesen rendben van, teljesen jól van így. Úgyhogy voltak változások, és ezt én elfelejtettem rendszeresen, hűségesen kommunikálni felétek. Vannak közöttük olyanok, akikre még kézrátétellel nem imádkoztunk. Vannak közöttük olyanok, akik most nem tudnak itt lenni, mert a jég miatt, vagy betegség miatt nem tudtak eljönni, úgyhogy ma nem fogunk imádkozni a vezetőkért. Ezt majd pár héttel eltoljuk, de szerettem volna ma is így kirakni elétek, hogy tudjátok, hogy kik azok, akikre így számíthattok. Aki alá van húzva, az a Gajdácsi Péterünk, ő hivatalosan is állományban van, most már mint segédlelkész. Nagyon remélem, hogy a gyülekezetünk pénzügyi adakozásának növekedésével őt is fogjuk tudni úgy támogatni, hogy ne kelljen külföldi adományokból megélnie. Jelenleg azért nincs itt, mert Megdesz tábor van, dicsőítésvezetés szolgál, úgyhogy ő az a hosszú, ha jóképű fickó, egyedülálló lányoknak ajánlom figyelmébe, úgyhogy ő a mi Petink. Nagyon jó adalék volt a szolgálatnak, és őt is nyugodtan ostromolhatjátok, mert ő is teljes idejű szolgáló most már a gyülekezetben. Ezért húztam őt alá, mert őt rendszeresen zaklassátok úgy, ahogy engem, jó? Tehát ő az az ember. A többiek azok mind különböző területeket felügyelnek a gyülekezet életében, különböző területek tartoznak alájuk. Az első két embert szeretném külön kiemelni közülük, a Kondor Dávidot meg a Takács Gézet, ők legrégebb óta vezetők a gyülekezetünkben. Mindketten olyan ember, igen, Géza az 1 évet szünetelt, amikor megnősült teljesen biblikusan, akkor 1 évig a házasságára összpontosított. A Kondor Dávid viszont azt nem tette meg, ő még akkor is szolgált, úgyhogy
ők ketten a legrégebbi lovasok a brigádban, harcosok. Gajdácsi Árpi bá, a Tyupi, aki az előbb beszélt, Szent Jánosi Krisztián, aki, meg Natyusa Peti, akik a Pesterzsébeti házi csoportot is vezetik, és más szolgálatuk is van. Csiszár Karcsi, akinek köszönhetitek a teljes kávézó történetet, hogy mindig van mit enni, van mit inni ott hátul. Szóval ők így ezek az emberek, akikre számíthattok. Ezen kívül még nagyon sokan szolgáltok, de ők a koordinátorai a dolgoknak. És ott az alján utolsó utáni dologként hadd említsem meg, néhány napja, egy-két hete, talán múlt vasárnap, nem emlékszem, kértük fel azt a három férfit, aki a gyülekezetünkben úgy feltűnt nekünk, hogy a házát jól vezeti, szolgál, ügyes, szorgos, és szeretnénk, hogy a gyülekezet, ugye, ha akarjuk, hanem növekedni fog. És szeretnénk, hogy ne legyen az, hogy van olyan ember, akit nem hívtunk föl, aki ugye eltűnt a rendszerből, és nem nyúl ki utána senki sem. Ezért már most felkértünk embereket, hogy gondolkodjanak, imádkozzanak, beszélgessenek a feleségükkel, hogy ősztől lennének-e vezetői a gyülekezetnek. Mivel még nem mondtak igent, őket nem raktam ide föl, de mindenféleképpen szeretnénk a vezetők számát is növelni. Idén lesznek vezetői képzések is, amikre majd ők is hivatalosak lesznek. Szóval szeretnénk azt, hogy a vezetők erősödjenek, növekedjenek, és ezáltal a gyülekezetnek is olyan támaszai lehessenek, akiket bármikor hajnal kettőkor is hívhattok. Maximum nem lesznek bekapcsolva. Szóval így ennyi így a gyülekezet látásáról. Szerintem nagyon izgalmas év előtt állunk. Az egyik legnagyobb, hát nekem izgalom az a nyári táborunk egyébként. Júliusban tervezzétek, úgyhogy júliusban lesz. Még nincs meg a helyszín, Dezsényi Marcsival keresgélünk. Nagyon nagy baj, hogy növekszünk, és már nem férünk be ilyen kisebb helyekre. Úgyhogy, de reméljük, hogy elő tudunk állni egy nagyon jó helyszínnel. A Balaton északi felét szeretnénk, vagy Hawaii-t, de Hawaii még nem jött össze. Az északi partot szeretnénk, valahol mondjuk Vadacsony, ahol tavaly voltunk, vagy szóval bárhol ott az északi részen. Ha nem, akkor jó lesz a déli is, de szóval az északit szeretnénk, jó? Úgyhogy hordozzátok imában azt a projektet, és nagyon-nagyon jó volt tavaly is, mert megint csak volt nagyon jó mély tanítás, naponta egyszer, volt külön áhítat, de a legfontosabb része talán a közösség volt annak is, és nagyon nagy áldás volt mindenkinek. Úgyhogy nyári tábor, kezdjétek el már most félretenni rá, jó? Tehát ha most félreteztek havi 1000-et, 2000-et, annyival lesz kevesebb nyáron. Állítólag lesz visszamenőleges hatállyal az egyháztörvények miatt, visszakapjuk az 1%-onkat. Lehet, hogy annyi pénzünk lesz nyárra, hogy mi fogunk fizetni nektek, csak gyertek már a táborba. Ilyet mondtak az utolsó ilyen országos lelkész találkozón, hogy én már nem tudom, nem is értem ezt az egészet, nem is akarom, őszinte leszek. A lényeg az, hogy volt valami, hogy nem fizették ki, kifizették, rosszul fizették ki, azt nem adták hozzá, ezt nem adták hozzá. Ennyit mondott nekem a Márkus Szilágy, aki a titkára mindezeknek, hogy Laci, több pénz lesz, mint tavaly volt. Mondtam, hogy ennyi a lényeg. Jó, úgyhogy az 1%-ot is általában a nyári táborra, illetve a gyülekezet egyéb szükségeire szoktuk költeni. Igen, imádkozzunk és adjunk hálát Urunknak. Drága Istenem, én nagyon köszönöm neked azt a munkát, amit te végzel már 4,5 éve ebben a közösségben. Köszönöm azt, hogy közösségről beszélhetünk, családról beszélhetünk, és köszönöm, hogy nem csak egy ilyen vasárnapi történet ez, hanem tényleg ott vagyunk egymás életében. Köszönöm, hogy ebben elkezdtek megnyílni a szívek, és elkezdtük beengedni a másik embert az életünkbe, azáltal, hogy a másik embert beengedtük, valahogy úgy az Isten is kicsit jobban bejött az életünkbe. Köszönöm, hogy együtt növekedhetünk testileg, lelkileg. Köszönöm, hogy tényleg egy ilyen élő organizmus, egy család lehetünk, amiben tényleg mindenki beleteszi az ő két fillérjét, beleteszi az ő szolgálatát, beleteszi az ő jelenlétét és szeretetét. Uram, tőled van mindenünk, tőled van a szeretetünk, tőled van a lélegzetvételünk, tőled van a pénzünk, tőled van az egészségünk, tőled van mindenünk. Szóval tiéd minden dicsőség,
azért, ami ebben a gyülekezetben történt, történik. És Uram, tiéd minden dicsőség azért, ami minden egyes életben személy szerint történt, történik vagy történni fog. Uram, hadd emeljem hozzád ismét a pici hangát, akit ma bemutattunk neked. Tiéd lesz minden dicsőség a jövőben is, azon a gyermeken keresztül, és már az eddigiekért is tégét dicsértünk ma reggel. Uram, segíts, hogy az a sok vízió miatt ne felejtsük el azt, amiről a tanítás elején szó volt, hogy mi a mi személyes elhívásunk, hol van a mi személyes helyünk ebben a világban. Segíts, hogy összpontosítsunk a legszűkebb pátriárkánkra, Uram, a Jeruzsálemünkre, aztán a Judeánkra és Samáriánkra, és a világ végén lévő szükségben lévőkről se feledkezzünk meg, semmi személyesen, se pedig mi, mint család, közösség, gyülekezet. Nagyon szeretünk téged, Istenünk. Vezess bennünket, te tovább, ne a saját fejünk után járjunk. Amen.